csincsecskékbe csincsegetem vala, bokrétába kötögetem vala. Csütörtök azért zöld csütörtök, hogy akkor nálunk spenótot szoktak főzni, aznap zöldet. Ezért zöld csütörtök. Péntek, a nagy péntek, akkor délelőtt mennek 10 órától a templomba az Isten tiszteletre, hazajönnek az asszonyok, akkor kipattogtatnak, pattogatni való terepozát, pókicát csinálnak, és azt a pókicát eszik egész nap, az a bő nálunk a reformátusoknál. És pénteken festik a tojást, és hagymás, ez a hagyma alapi, a hagymáról alap. Abba szokták. Na, amikor elindultak a színek, akkor már volt zöld, sárga, sehen cifra, de a piros volt a valódi. Na, hogy most ez minden házban valószínű, vagy valamit hazatettek, vagy elvettek, vagy mit csináltak, nem tudom, de engemet itt tanítottak. Még egy. Anyám, amikor leánka volt, és abban az időben, hát anyám 1945-ben született. Akkor a viaszos tojást kírták a faluba, hogy tudjad, csinálták. Uh-huh. És nem mindenki tudta azt csinálni, hanem volt egy domokos annan is, akkor hezzá vitték el a tojást az asszonyok, és az még hamarabb 3-4 hét veles, és akkor ő írta a viaszval, festette a tojást, vagyis írta meg, mert az írott tojásnak volt a neve. Úgyhogy ezt is anyám mondta, én ezt nem tudom, de anyám már kérdeztem, mondom, hogy mama valamikor volt, az volt, persze, hogy volt, de azt mondja, nem volt minden házban, nem tudta azt mindenki csinálni. Azt mondja, de ez a domokos Anna néni, ez az öreg, ez azt csinálta. Na, volt, azt mondja, még így egy kit valaki, aki tudta, de ehhez jártak, s ezt csinálta ki. Getsemáni kertben Krisztust elfogadták, írástudók által főpaphoz vitették, és ottan ítéltették. Sírtak a marucák, polyákok látták, menj föld királyuk aláját. Amen. Lányok, lányok, jó lány barátjaim, hajtuk ezt ehhezám guzsajasba, néktek adom húgom koszorú, nem kell nékem senki koszorúja. Húsvét reggelén a gyerekek állátogatnak a rokonokhoz, húsvéti verssel köszöntik fel a családokat, ahol piros tojást és szerény ajándékot kapnak ezért. Református templomban úrvacsora osztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, majd a délutáni órákban van a konfirmálódás, ahol a 6. osztályos gyerekek önként tesznek vallást a hitükről, így válnak a gyülekezet felnőtt tagjává. Húsvét másnapján, hétfőn van a locsolkodás, a legények illatos vízzel locsolják meg a lányokat. A vers így hangzik. Kiskertben jártam, rózsafát láttam, ki akar száradni, meg szabad elocsolni. Ajó Isten, engem ne hagyj!
húsvétami élet volt, és reggel mentek locsolkodni. Hát jó, most ott arra kell jönni, de valamikor az öreg világban akkor kihúzták az ágyból, és a kontavizet a nyakába öntötték. És akkor este még volt a kapulobás. És az miről szólt? Hát az úgy volt, hogy a leányos háznál húsvét másnapján, vagy húsvét hétfőn ellopták a bejárati kaput, és elvitték, és eldugták. Ne kapják meg. És ha nem kapták meg, hát ha megkapták, akkor a gazda, akkor hazavitte. És ha nem kapták meg, akkor május 1-re visszavitték feldíszítve, kidíszítve. S azt felkütik az én kis fejemre, sága buga hajlik a vállamra, s a levele hull az én ölembe, a virágja hull a kebele. Gyenge diákocska, én most jöttem hírt mondani, Király Krisztust hirdetni. Váltsák meg a leányikot szép piros tojásról, mint Krisztus Urunk megváltotta szélesen virágot, szép piros vérivel, ám, és boldog húsvét ünnepeket kívánok!